Segítsége miatt itt csupán néhány másodperc differencia volt a párosok között. A csapatfőnök kórházban van. Ez mennyire zavarta meg a felkészülést? Mennyire zavar ez benneteket? Egy kicsit szomorúak vagyunk ez miatt, hiszen nem teljes értékű a csapatunk. Hiszen 95 óta minden versenyen velünk volt Misi. Most ez az első, amin nem tud itt lenni. És hát éppen ezért én egy kicsit borulátó vagyok, mert nagyon hiányzik. De hát megpróbáljuk rendesen megoldani a feladatot. Forró drót van köztetek? Természetesen minden gyorsasági úton telefonon fogunk értekezni. De ugye a kórházi ágyból nem fog tanácsokat adni? Ő mindenhonnan tud tanácsot adni, úgyhogy ez sincs kizáró, hogy a kórházi ágyból fog. De nem hiszem, hogy erre már szükség van 3 év után. Pár perc múlva rajt eléggé kedvetlennek látlak, vagy csak korán van? Hát szerintem nagyon korán van, de nem vagyok kedvetlen, egyáltalán nem. Van tűz benned? Tűz? Uh-huh. Nincs, egy Red Bullt ittam reggel. Azért egy kis tűz kell ahhoz, hogy ezt a 2 napot jól tudjátok befejezni. Igen, nagyon-nagyon nehéz verseny lesz, szerintem borzasztóan elromlottak a pályák ebbe az óriási nagy esőzésben, amúgy sem könnyű pályák, a veszprémi pályák. Most nagyon nagy hőség lesz, nagyon nagy meleg lesz. Hát ez meg fogja viselni az autókat, a pilótákat. Én gondolom, egy jó verseny lesz. A mellékzöngék az idegeket megviselték? Nem tudok mellékzöngékről, de ha vannak, az én idegeim szerintem rendben vannak. Köszönöm. Hangulat kérdése nálam ez a gyorsasági, az első gyorsasági mindig rossz szokott lenni az első pár, és akkor úgy lassan jövök vele, de megpróbálunk erősen indítani most. Rá vagy hangolva erre a versenyre? Igen, tetszik nagyon. Én imádom a Murvát, a veszprémi verseny is tetszik. Szóval remélem jó lesz. A bajnoki végeredmény szempontjából igen fontos verseny előtt függetleníteni tudod magad a háttérzöngéktől? Én úgy gondolom, hogy sok minden történt az elmúlt verseny befejezése óta, de most itt elkezdődik egy újabb verseny, és ez csak erről szólhat számomra. Ugyan még nincs ez a dolog befejezve, amit kérdeztél. Bízom benne, hogy ezeken a dolgokon is túl leszünk, mint ezen a versenyen. Az igazság, hogy mindenkit lehordta a Fordot, szerintem, hogy nem egészen jó versenyautó. De szóval el kell mondanom, az utolsó versenyen Miskolc, amit kiestünk, azt hiszem az én hibám volt, hogy kiestünk, mert túl durván kezeltem a váltót, és elgördítettem valamit benne. Hát én bízom a Fordba, hogy kitolt benne. Hát igaz, hogy nem fogom most kímélni, mert nem lehet, de remélem, hogy nem hagy most cserben. Ebben a csoportban szerintem mindenki úgy vág neki, hogy mindent belead, mert nagyon erős a mezőny szerintem, és csak 100%-ot teljesítve lehet szerintem itt kezdeni valamit, egyáltalán az elsődbe beleférni, úgy szerintem minden át kell küldeni az autót ahhoz. Nagyon szeretem ezeket a pályákat, hogy az Audi mennyire szereti, az egy más kérdés, csak van némi váltó problémánk. És hát itt nagyon-nagyon sokszor kell használni a második, meg sőt az egyes sebességi fokozatot is, és azt én borzasztó nehezen találom meg most, úgyhogy hát ez mindenképpen időveszteség lesz, de remélem, hogy ez nem fogja befolyásolni jelentősen a verseny végeredményét. Tamás, az a pici autó mire lehet képes ezeken a kegyetlen pályákon? Hát azt hiszem, hogy igazából mivel 2 kerék meghajtás, a 4 kerekesek ellen nem igazán fogok tudni gyorsan menni, de hát amit tudunk, megyünk vele. Hát igazából az F2 számít nekünk. Nagyon sok versenyen kiestünk az idén, úgyhogy célba kell érnünk, az a lényeg, úgyhogy nem fogom nézni, hogy az abszolút hanyadik helyen állunk. A rivális csapat főnök az önök megkérdezte tőled, hogy mit fogsz meg csinálni? Nyerni. Hogyha mi tudunk nyerni, akkor biztos, hogy el tudunk nagyon menni, ha a turiék nyernek, akkor nagyon szoros lesz. Akkor azt hiszem, hogy még az utolsó 3 meccs az nagyon-nagyon kemény lesz. Vajon hagyománytisztelő lesz-e az Aral Rally Team párosa, hiszen az idén ahány versenyen elindul, valahányszor maga mögé utasította a mezőnyt. Az ifjutott Gergely duó az első napra szentelt 8 gyorsasági szakasz közül képletesen szólva 6-szor szakította át elsőként a célszalagot. Bízvást állíthatjuk, hogy az első speciál szakaszon is besöpörhették volna a szakasz győzelmet. Az erdőben kialakított lassítónál nem csúszik a fák közé a Toyota, ahonnét nem éppen engedelmes jószág módjára, csak sokadszori próbálkozás után talált ki. Janikáik ezt követően vigyázállást parancsoltak a vetélytársaknak, hisz sorra meggyőző fölénnyel nyerték a gyorsaságikat. Batóik a nap vége felé foglalták el a második helyet, bár tudták azt, hogy ebben közrejátszott a riválisok balszerencséje. Számukra sem volt teljesen felhőtlen a verseny, mivel a vadonatúj váltó hidraulikus rendszere bolondot csinált belőlük, ami annyit jelentett, hogy helyenként csak kinkeserősen tudták úton tartani a Subarut.
Ifjú Tótékat elvesztették szem elől, viszont rangáik 7 másodperces hátránya miatt nem hajthatták nyugodtan álomra a fejüket. A MOL csapat párosa horrorfilmet lepipáló jelenetet élt át ezen a napon. Az egyik kanyarból kijövet úgy 180-as tempónál egy terebélyes szikladarab állta az útjukat. Csak Ranga lélek jelenlétének volt köszönhető, hogy ébbőrrel megúzták, csak hogy ez a malomkő szétverte a Subaru kipufogó rendszerét. Emiatt a motortérben a kipufogógáztól megolvadtak az elektromos kábelek, s ha még pár kilométert autóznak, kigyullad az autó. Érdélyeknek nem volt elég a sajtóvita, a szópárbaj, az egyik szponzor visszalépése, mindennek hátterében az áll, hogy vajon tiszta eszközökkel érik-e el imponáló eredményeiket. Veszprémben az első gyorsaságit leszámítva csőstől jöttek a gondok. Féltengelytörések, gutaütést kapott motorelektronika, és a nap betetőzéseként az utolsó gyorsaságin valaki olajjal fröcskölte le a szélvédőt, amitől szinte tapogatva az utat autóztak kilométereket. Az A csoport 5. helyére kormányozta az Audi S2-est, a Tóth csökőkettős. Mindjárt egy defekttel nyitottak, ez aztán helyből 50 másodpercnyi hátrányt jelentett nekik. A gyorsaságikról kijövet aggódva nézték a kipufogót, hiszen mind jobban füstölt a motor, de biztak abban, hogy az Audi nem hagyja cserben őket. Szeleckék igazából még be sem melegedtek, amikor már búcsúzniuk kellett. Egy bal kanyarban derékon kaptak egy fát, s mivel a közelben nem voltak nézők, akik visszatették volna az autót az útra, ott is ragadtak. A Turitót kettősnek ezen a versenyen csupán egy célja lehetett végre ismét nyerni az F2-es kategóriában, különben veszélybe kerülhet a bajnoki cím. Egy eltört rugótányéron kívül az új motort kapott Nissan helytállt ezen a sokak által csak túlélő versenynek titulált futamon, illetve annak első szakaszán. Turiék közel másfél perc előn gyűjtögettek össze hangyaszorgalommal, ami nyugalmas folytatást ígért. Az F2-ben pillanatnyilag élen álló Hényel Gyula kölcsön navigátorral állt rajthoz és vette fel a kesztyűt a kategória első helyéért. Na, hogy fájt a foga a győzelemre, de a nap végén megjegyezte, akkor sem esik kétségbe, ha ez marad az állás. A kategória harmadik helyén a Fülöp Iványi páros várhatta a folytatást a Nissannál és az Opel Astránál szerényebb paraméterekkel rendelkező Skoda Felíciával, amit az eltelt futamok során menetrendszerűen az F2-ben a dobogóra várhattunk. És nem volt ez másképp most sem. Az N-csoportos vetélkedést félidőben hidegék nyerték azzal a Forddal, amellyel a legutóbbi versenyen még a bajnok esélyesként elkönyvelt kisék indultak, ám időközben eladták a Cosworthot a kaposvári pilótának, aki örömmel ült bele egy tuti autóba. Hidegéknek az ALS rendszer tört borsot az orruk alá, más technikai problémájuk nem akadt. Oroszlánék saját bevallásuk szerint csak lemosták a Mitsubishit a veszprémi futam előtt, ami valahol a bizalom jele is a technika iránt. Az erdei lassítóval ők sem békültek ki, mindkétszer beszorultak, egy alkalommal a motor is refulladt. Ezt leszámítva viszont jól teljesítettek a Lancerrel. Az N-csoport harmadik helyén a Vizin Gönci páros zárta a hosszúra nyúlt napot, hiszen azt követően, hogy a Balaton északi partján befejezték a száguldást, a csapatok kompal átkeltek a déli partra, ahol másnap reggel Balatonföldváron várt rájuk egy ébresztőnek szánt sprint. A csoport negyedik helyén a Gerencsér Birkner kettős állapodott meg, akik egy héttel korábban a MOL-t képviselték a Nagybányán megrendezett Európa-bajnoki futamon, mi több az N-es mezőnyben ők végeztek az élen a romániai erőpróbán. A Vojcsik Kovács kettős elvérzett a hetedik gyorsaságin, ahol azt vették észre, hogy a benzin a szélvédőn folyik szanaszét. Mint kiderült, ezt a szokatlan jelenséget az injektor okozta, és még mielőtt nagyobb baj lett volna, golyói kiálltak. Kedvedre való volt ez az első nap? Jó volt, annak ellenére, hogy nagyon rosszul kezdtünk, és egy kicsit elment a kedvem, mert egy helyen becsúsztunk, és nem tudtam visszajönni az útra, mert agyagos volt, és nagyon vizes volt a talaj, sáros. De hát utána aztán kezdtünk úgy magunkra találni, és fokozatosan följöttünk, és hát előnyt tudtunk kicsikarni. A cél az, hogy ezt a körülbelül 2 percet megtartsuk, illetve nem is muszáj megtartani, mert azt szokták mondani, hogy 1 másodperc is elég a győzelemhez. Én azt hiszem, hogy ennek szellemében fogunk volna versenyezni. Együtt éltetek a Subaruval? Alakul a dolog, igen, alakul. Az első pár gyorsaságin beállítási gondok is voltak. Pékerő nagyon hátra volt tekerve, a hajtás arány nem megfelelő volt. Ezt harmadik, negyedik gyorsaságira megpróbáltuk kiküszöbölni, és azt hiszem sikerült, és most kezd összeállni a péktávom és a murván kanyarsebességek is alakul. Meg lehet ezt magyarázni, hogy aki csinálja, miért csinálja, hiszen játéknak ez kegyetlen játék. Igen, ez egy elég durva játék, és ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a vonatot dobálják kővel, csak hát aki bennül, annak ez egy eléggé veszélyes dolog, úgyhogy én most ezen az utolsó gyorsaságin tényleg azt hiszem, hogy nagyon-nagyon óvatosan jöttem, megpróbáltam szinte minden kanyarba benézni, mert hát nem voltam egészen biztos benne, hogy lefeküdtek már ezek a csíptevők.
próbaképpen ajánlom bárkinek, hogyha egy kicsit kíváncsi, hogy mit láthattam, spricceljen egy kis étolajat, vagy olajat, valamilyen olajat a szélvédőre, indítsa el a lapátot, és hogy utána mondjuk, ha süt a nap, abszolút semmit nem látni. Tulajdonképpen már talán a harmadik gyorsasági szakasz óta ugyanabban a stílusban autózunk, láttuk, hogy körülbelül mi az, amire itt szükség van, és semmi többet nem tettünk rá. Picit megijedtetek, amikor eltört ez a bizonyos rugótányér, hogy na már megint? Végülis nem ijedtünk meg, akkor ijedtünk meg, mikor nem találtunk a szervizautóba, akkor tényleg megijedtünk, és a másik gyorsasági szakasznak a végén volt a Merci busz, és abba volt ez az alkatrész. Visszaraktuk ugyanúgy, és nagy szerencsénkre kibírta. Nagyon lassan jöttem át a gyorsaságin, ahol ugrani kellett, mindig a jobb elejére rántottam, hogy oda essen az autó, vagyis abban elejére, hogy nehogy véletlenül átszakadjon. A Miskolc rally után hitted volna, hogy ebben az évben még autóba ülsz? Hát nem, hogy hittem volna, én teljesen biztos is voltam, egy autóba ülök. Egy ilyen bukás után azt hiszem, hogy nem szabad feladni a versenyzést. Ebből igaziból tanulni kell, de feladni semmiféleképpen nem szabad. Beláttam azt, amit Miskolcon sajnos nem, akkoriban, hogy a műszaki problémákat nem lehet bátorsággal pótolni. Ki kell menni a gyorságról, és a szervizre kell bízni az ilyen problémák megoldásán. Az ifjútott Gergely páros, ha már eljött Veszprémbe, a győztesnek járó serleggel szeretett volna távozni a futam végén. A 22 kilométeres nagylőtéri pályán első nekirugaszkodásra nem kevesebb, mint 30 másodpercet adtak a második legjobb autónak, ami lenyűgözte a szurkolókat, másrésztről elkeserítette az ellenfeleket. Janika kérésére ezután differenciálművet cseréltek a Toyotán, mivel a pilóta szerint fals hangokat hallatott. Az új szakaszként beiktatott magyarosdüllői pályán megpörögtek, ám ez az apróság még izzadságcseppeket sem csalt a homlokukra. Ifjú tóték majd 3 perces előnnyel nyerték a Veszprém rallyt. A Ranga Bügyi kettős nem bízta a második hely sorsát a véletlenre, hiszen már a második gyorsasági szakasz után felzárkózott a Toyotás páros mögé. A Subaru sebeit még ezen a napon is folyamatosan gyógyították, s hogy nem hiába, arra a bizonysága megszerzett második hely, és az, hogy az Impreza az őt ért trauma után sem hagyta cserben a mólos csapatot. A számtalan tanulság mellett csak egy, amit Ranga megfogalmazott, bármi is történjék, nem szabad idő előtt feladni. Végig kell küzdeni a versenyt, mert örök igazság, hogy az a célban ér véget. Bár érdiek fokozatosan faragták le a hátrányukat, a legtöbben talán egy petákot sem adtak volna azért, hogy a Total Rally Team párosa a dobogón végez. Az utolsó gyorsasági előtt a csapatfőnök kivételesen nem adott tanácsot, csak ennyit mondott: Tibi, rád bízom, hogy mit csinálj. És Érdi szaván fogta a főnököt, mert olyat produkált, amitől még ő is meglepődött. 16 másodperccel lepipálták Batóékat, és ezzel sikerült a dobogó harmadik fokára felférni. A Petroland színeiben pompázó Subaruval a Batókosztolányi kettős keserűen konstatálta az utolsó szakaszt követően, hogy 3 másodperccel Érdiék mögé szorult. A széttört differenciálmű miatt persze még az is kérdéses volt, hogy egyáltalán befejezik-e a futamot, ám a szerviz csapat csodát művelt a több sebből vérző Imprezán. A Tóth Csökő duó már az első nap után se előre, se hátra állapotban várta a folytatást, így igazából csak arra kellett ügyelniük, hogy lehetőleg biztonságos autózással, saját ritmusokban utazzák végig a befejező napot. Hogy ennek ellenére nem lazsálták el a versenyt, jelzi, hogy többször is az abszolút negyedik időeredményt érték el. Képletesen szólva, úgy ütöttem az Opelt, mint szódás a lovát, nyilatkozta az utolsó gyorsasági után Hényel Gyula, aki mindezt azzal magyarázta, hogy a német szerelők biztatták, higgye el, ez az autó mindent kibír. És valóban igazuk lett, aminek eredménye az F2-es kategóriában elért győzelem. Amihez persze az is kellett, hogy Túriék először a bal első féltengelytörés miatt vesztettek ilyen értékes másodperceket, majd a nagylőtéren közel 10 kilométert teljesítettek bal első defekttel, ráadásul az eltört fékcső miatt még a fék is kánforrá vált. Vagyis hiába volt az első nap után a megnyugtató előny, a vége csak második hely lett a kategóriában. Az F2-ben harmadik Fülöp Iványi kettő sem úszta meg szárazon, a Skoda hátsó hídja tört el a nagylőtéri pályán, amit a Coco Motorsport segítségével sikerült meghegeszteni. A pilóta ezt a közjátékot leszámítva elismerően nyilatkozott az autóról, mint mondta, élvezett vele a murvás terepen versenyezni. Az N-csoportban szoros volt a befutó az első két helyen. A hideg tajnafői kettős mindössze 6 másodperc előnnyel nyert. Mindjárt az első nagylőtéren összetört a Ford váltójában a harmadik sebességi fokozat, ami munkát adott a szerelőknek. Igyekeztek úgymond okosan beosztani az autót, ennek is köszönhető a győzelem.
A második helyen célba ért Vizin-Gönczi páros másnap megjárta a poklot. Kétszer is eltört a Ford Escort Cosworth jobb első féltengelye, csak azon rimánkodtak, hogy ez többször már ne forduljon elő, mert elfogy az összes tartalék alkatrészt. A Gerencsér Gábor kettős kitartását és hibátlan autózását dicséri, hogy az N-csoportban az övé lett a harmadik hely. Ők azon kevesek közé tartoztak, akik sikeresen befejezték a Veszprémi futamot, ami nagy részt az autónak és a csapatmunkának volt köszönhető. Oroszlánék egy biztosnak tűnő második helyet búcsúztattak a nagy lőtéren, ahol elfolyt a motorolaj, és ezt csak akkor vették észre, amikor már kopogó hangot hallatott az autó. Már csak egy hiányzik, Jani? Igen, az öt értékelt futamhoz már csak egy hiányzik, mivel öt futamból értékelik a Magyar Rally Bajnokságot, hát Budapest Rally kettő vagy három hét múlva következik. Közel van, tehát még bennetek lesz ennek a győzelemnek az íze. Szerintem ez nagyon jó, mert nem kell mindent újra tanulni, és nem kell két-három gyorsasági ahhoz, hogy hozzászokjunk az autóhoz, és már az első gyorsaságunk is nagyon gyorsan lehet megoldani. Ez szerintem mindenkinek nagyon jó. Mennyire volt laza ez a verseny? Egyáltalán nem volt laza. Szóval nagyon keményen küzdöttünk, főleg az első 8 gyorsaságin. Utána szereztünk egy előnyt, minket elkerült a technika ördög, és ezt megtartottuk. Megmondom őszintén, egy kicsit bennem van az a kavics, mert nagyon szomorú vagyok ez miatt, hogy ilyen dolgok vannak. Különben persze nagyon örülök. Én azt hiszem, hogy ez az eredmény most nem is igazából a miénk elmű és az enyém, hanem igazából azt mondom a szerviz csapaté, mert hát teljesen szétszakadt autót kellett újraépíteniük, és tökéletesen megcsinálták, de hát ez egy nagyon-nagyon jó autó. Kár, hogy nem vagyok egy 15 évvel fiatalabb. Az utolsó 8,5 kilométeren 17 másodperccel voltatok gyorsabbak. Valósággal repültetek a pálya felett? Tulajdonképpen tényleg repültünk, mert a pályának egyes szakaszai akkora bukkanókkal volt tele, hogy igazán gyorsan csak akkor lehetett haladni, hogyha megpróbáltunk a bukkanó előtt elfordulni és átrepülni a túloldalra. Én ennyire tartozom a szponzoraimnak, a szerelőimnek, hogyha ez az utolsó pillanatban rajtam múlik, akkor ez rajtam nem múljon. És úgy néz ki, hogy ez most már számtalan versenyen megtörtént, hát most is. Amit az imént mondtál, azt a nyomdafesték elbírná? Hát nem valószínű. Érdi TV az utolsó gyorsaságén 3 másodperccel elénk került. Az egész második napot egy széttört hátsó diffűvel hajtás nélkül, egy megbolondult váltó hajtásarány állítóval mentünk végig. Szinte félelembére volt, alig lehetett úton tartani az autót. És az utolsó gyorsaságén sajnos egy helyen meg is pörögtünk egy picit. Így 3 másodperccel elénk került, mert nagyon sajnálom. A szerelőink azok biztattak, hogy ez az autó rettenetesen jó, mindent kibír, úgyhogy nyugodtan, amit belefér, amit tudunk, azt annyit mehetünk vele. Egy kicsit az első nap elaludtunk, meg volt egy technikai bakink, ami nem az autóval kapcsolatos, hanem egyszerűen nem írtuk fel az egyik gyorságnak egy elég nagy szakaszát, és ott azért úgy rendesen elvettek bennünket a turiék, de aztán úgy kezdtünk úgy egymásodra találni. Meg hát én is kezdem fogni az autót. Utolsó előtti gyorsaságin úgy, mint a Miskolcit elvesztettük, mert a nagy lőtér felénél kaptam egy lassú defektet, úgyhogy a végén már úgy jöttem ki, hogy már fékünk semmi, mert fékcsövet mindent leszakított a gumi, ami lerepült a felnéről, vagy 10 kilométer után, úgyhogy hát az autón is látszik, hogy rendesen leszaggatta az elejét, úgyhogy fék nélkül jöttem ki végig, örültem, hogy ki tudtam. A nagy bukás után ennél szebb visszatérést el sem képzelhettél. Hát igen, ez az igazság, ez valóban így van. Nagyon örülök neki, hogy sikerült győzni a miskolci bukás után. Én Miskolc után is úgy éreztem, hogy van még mit keresnünk ebbe a mezőnybe, a bukás ellenére is. Félsz volt benned? Nem, semmiféle félsz nem volt bennem, sőt, inkább Miskolc után az bántott, hogy nem bírtam tovább menni az autóval, ott rögtön akkor után. Ha lenne a Fordnak keze, akkor most kezet ráznál vele? Hát mindenképpen egy csinálatos dolog, hogy célba ért. De hát azt hiszem, a szerelőm fogalmaztak úgy, hogy újjáépítettek egy autót a verseny során. Tisztál abban, hogy ilyen rövid idő alatt meg lehet mindig oldani a problémákat? Hát megmondom őszintén, bíztam a szerelőm ügyességében és tehetségében, de hát az eset rossz, hogy minél gyorsasági közben okoztak problémát nekem ezek a problémák. A romániai EB futam győzelem után milyen ez a mostani harmadik hely? Hát úgy érzem, hogy legalább ugyanolyan értékű, mert elég nehéz feltételű volt a verseny. Örülünk, hogy sikerült harmadiknak befutni. Kevés gondunk van, aránylag óvatosan közlekedtünk, úgyhogy örülünk neki.
Veszprém Rally apropóján rögtönzött sajtótájékoztatót tartott a Leyer Márton Autósport Egyesület, amely két autóval képviselteti magát a bajnokságban. A szponzorok már nem első alkalommal voltak kíváncsiak a versenyre és a csapat két párosának teljesítményére. A bajnokság fél idején túl az OMV elégedett az eddigi teljesítménnyel? Én úgy gondolom, hogy azt mondhatom egyértelműen, hogy igen, a csapat az hozta azt, ami ebbe az autóba benne van, és az elért helyezés is ezt mutatja. Ez az egyik legfontosabb dolog, hogy egy olajcég az támogassa az autósportot, és Magyarországon szerintem erre a rally a legkiválóbb alkalom. Az egész csapat nagyon jól működik, az egész megrendelés nagyon jó, és tudom mondani, hogy az eredmények is itt vannak, és nekünk szponzor szemből nagyon jó, mert nagyon sok ismertség hozzá. Több tízezeren itt vannak, és csupa olyan ember, aki szereti az autókat, és köztudott, hogy a bankunk autófinanszírozással foglalkozik, tehát mindenféleképpen a célcsoportunk jelentős részét töményen is megtaláljuk, tehát azt hiszem, hogy mindenféleképpen elégedettek lehetünk, ez egy nagyon jó reklámhordozó ez a verseny, illetve ez a csapat.